A megyében 9 területi diásportbizottság működik, valamennyi képviseltette magát a reptéren megrendezett mezei futóversenyen, amelyen több mint 600-an álltak rajthoz. A legrövidebb táv 1500, a leghosszabb pedig 4000 méter volt. Idei tanévnek ez az első megyei döntője, és az a különlegessége, hogy ősszel először rendezünk mezei bajnokságot. A korábbi évtizedekben, mondhatom évtizedekben, ez mindig tavaszi időszakban, általában márciusban került megrendezésre. A jelenlegi tanévben néhány változás történt különböző sportágakban a Magyar Diásport Szövetség versenyprogramjában, és ez érintette a mezei bajnokságot. Ezt most minden megyében ősz időszakban kell megrendezni. A nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola 6 korcsoportban 42 diákot indított a versenyen. Nagyon jó előjelekkel érkeztünk, ugyanis egy héttel ezelőtt került megrendezésre a városi mezei futóverseny, ott 6 arany, 6 ezüst és 7 bronzéremmel érkeztünk ide. Már 3 korcsoporton túl vagyunk, bizakodóak vagyunk, eddig úgy néz ki, nem is 3, hanem 4 korcsoportból, talán 3 korcsoportba, már ott vagyunk a tavasszal megrendezésre kerülő országos mezei futóversenyre. Az országos döntőnek április 5-én Gödöllő ad majd otthont. A megyei döntőből az első és második helyezett csapatok, valamint az egyéni versenyek első 4 helyezettje jutott a fináléba.